Az egerági általános iskolások készültek ünnepi műsorral március 15-éhez kapcsolódóan. A diákok felelevenítették az 1848-as forradalom és szabadságharc fontos eseményeit, zenés táncos koreográfiákkal tűzdelve. Az intézményben mindig is sokat készülnek a nemzeti ünnepek méltó bemutatására, mondta el stábunknak Petik Róbert igazgató. Gyerekeknek hatalmas munkájában benne, a pedagógusoknak úgy szintén. Nagyon fontos, hiszen én is történelmet tanítok, nagyon fontosnak tartom a nemzeti érzés elmélyítését a gyerekekben, és hát én úgy érzem, hogy ez sikeres is, tehát nagyon odaadóan és lelkesen csinálják az iskolai műsorokat, de ugyanúgy a nemzeti érzésben is én azt hiszem, hogy mély érzéseket biztosítunk a gyerekeknek. Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Hargitai János kiemelte, hogy amit a gyerekek a saját közösségükben élnek meg a nemzeti ünnepen, az több szempontból is nagyon fontos. Ezek a nemzeti ünnepek, a magyar nyelv köré felfűzhető rendezvények, azok, amik a közös identitásunkat megadják, nem csak egy településen belül, ezek tesznek minket nemzeti. Hisz van egy közös nyelvünk, van egy közös múltunk, erről többé-kevésbé ugyanazt gondoljuk, és ezt évente egy nemzeti ünnep közelettével nyilvánvalóan újra is éljük. Én ezt hallatlanul fontosnak gondolom. Ez tart egyben minket, magyarokat, tette hozzá a képviselő. Ezt az összetartozást és nemzeti értékeinket is bemutatták az iskolások műsorukban, ugyanis néptáncot is láthatott a közönség.